köszönöm. Globális
foglalkozott nyolcvan egy és 2000 közötti, majdnem 20 évben hagyományos szakértői tanulmányok készültek egy-egy témakörre vonatkozóan, hogy mit lehetne tenni, egy-egy globális probléma jövőjére koncentrálta. Ebből 19 darab készült, és 2000 után színesedett, tehát a paletta, a jövőkutatás és a globális előrejelzések témakör mellé fölzárkózott, mondhatni úgy is, hogy szinte uralkodó témájává vált a római klubnak a környezet és a fenntarthatóság kérdésköre, mint látják, a jövőkutatás, itt már módszertani kérdések is bekerültek, és ekkor globális előrejelzések összesen 11 tanulmány készült, és a környezeti fenntarthatóság kérdése és a környezet közegek állapota és változása problémakörei, ezzel összesen 21 tanulmány foglalkozott. Hát kezdjük az elején, mi volt ez a 6 globális előrejelzés, ebből 3 darab, mond az én csoportosításomban, vagy teljes mértékben, vagy jelentős mértékben kvantitatív előrejelzés volt. Az első a Mezarovics, vagy bocsánat, a Meadows modell, a Foresteri rendszerdinamikán alakuló Meadows modell, 72-ben jelent meg, na ennek van a, ez volt az első jelentés, és ennek van az 50. évfordulója az idén, amelyet a bizottság még külön is meg fog ünnepelni egy napos konferencia keretében. A másik kvantitatív előrejelzés a Mezarovics-Pestel modell, valószínűleg emlékeznek, mind a kettő számszerűen akarta megmondani, hogy hogyan alakul a világ jövője, alakulhat 2100-ig, tehát egy előreszámítás és számítás technikai apparátus felhasználásával, és a Tinbergen modellt, a Rio jelentést is ide sorolnám, mert statisztikai adatbázisa azért jelentős, és annak alapján fogalmazott meg dolgokat, hogy hogyan kellene a világrendet átalakítani. Sajnos ezek nagyon pessimista előrejelzések voltak, mindenki tudja, a nulla növekedés, és azért az mellbevágó volt, hogy ezután ne növekedjünk semmit, hanem csak olyat csináljunk, ami nem terheli a környezetet, és akkor óvhatjuk meg a világrendszernek az összeomlását. Ez volt az egyik vonulata ezeknek a globális előrejelzéseknek, és a következő 3 pedig kvalitatív előrejelzés volt, és itt László Ervin volt az úttörő, aki egy másik utat is megmutatott, akár a jövőkutatás számára is, és a világ jövőjének egyfajta más felfogását, amit az előadásában is ecsetelt, 77-ben jelent meg, 1977-ben a Course for Mankind című tanulmány, egy világromantikus jelentés, amelyben áttekintették a különböző világban uralkodó gondolatokat a jövővel kapcsolatban, vagyis az ideológiákat, pártprogramokat, vallási világfelfogásokat, és ezeket rendszerezte a követ, és ebből is sajnos az a tanulság adódott, hogy a világ változatlan formában fenntarthatatlan, de ennél jóval több volt ennek a kötetnek, a induló kötetnek a jelentősége, mégpedig, hogy nem a külső környezeti tényezőket hangsúlyozta a világ átalakulása vagy jobbítása előtt törmösülő akadályokat,
ként, hanem azt mondta, hogy belső humán természetűek a korlátok, és ez a nagyon lényeges, és a jövőkutatásban is tulajdonképpen az úgymond evolúciós jövőkutatás a László Ervin nevéhez fűződik, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a világban vannak olyan evolúciós folyamatok, amiket kevésbé tudunk befolyásolni, de a leginkább befolyásolható az, hogyha mi másként kezdünk gondolkodni a világról, és másként élünk, és ezt meg is fogalmazzuk, tehát ettől kezdve egy evolúciós szemléletű, és az ember lényegére irányuló jövőkutatást kezdett kibontakozni. A másik két modellről, kvalitatívról most nem beszélnék részletesen. Az egyik a hulladék korszak után, amely azért a tudomány elsődlegességét hangsúlyozta, hogy megoldhatók a problémák nagyjából, és a Botkin és társai pedig a tanulás határtalan, amelyben arra hívják fel a figyelmet, ez inkább kapcsolódik a László Ervini gondolathoz, hogy alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, észre kell vennünk a változásokat, és tanulással tudunk túllépni saját belső korlátainkon. A 1980 és 2000 közötti időszaknak csak a témaköreit soroltam föl. Ezek nem annyira látványos munkálatok, inkább egy-egy részterületre irányuló, hagyományos szakértői jövőtanulmányok formájában jelentek meg, és a következő a 2000 utáni időszak, amelyben a globális előrejelzések készítése háttérbe szorult, hogy úgy mondjam, egyelően három darab készül, itt láthatják, hogy milyen témában, viszont előtérbe kerültek az előrejelezhetőség és az előretekintés a foresight módszertani kérdéseire összpontosító jelentések, és hát 2002-ben a Westerféle jelentés mondta ki azt, hogy nem is lehet előrejelezni a jövőt, nem tudjuk kiszámolni, megmondani, hogy mi lesz, mert a feltételek is változnak, és ahogy az emberi tényező meg tud újulni, gyakorlatilag azt határozza meg, hogy hogyan haladhatunk előre. Itt ilyen szempontból néhány jelentést megemlítettem, és hát bekerült az integrált gondolkodás, mint módszertan a jövővel foglalkozásba, és egy-egy probléma is helyi szinten a participatív előre tekintése, készítése és átvitele akár az üzleti életre, akár a hétköznapi élet vonatkozóan. Amit én összegezésképpen ebből leszűrtem, az az, hogy a Római Klub a globális előrejelzések készítésének első nemzetközi műhelye, ezt a tevékenységet elindította, később az egyes globális problémákkal foglalkozott, és ebben a szervezetben született meg, hogy az emberi tényező jövőformáló szerepet tölt be, és mi saját magunkat átalakítva, és nem csak a tudományos gondolkodást, hanem a tudatunkat átformálva tudunk a világban jobbító szerepet betölteni. Ez olyan szép mondat volt, hogy akár be is fejeztem. Egyet, mint ez nagyon fontos, mert a Római Klub itt a jelentések úgymond 35%-a a környezet és fenntarthatóság témakörre összpontosul 2000 után, és a földjövője, az ökológia
civilizáció, ez mint kívánatos jövőkép és jelen formáló tevékenység előtérben. Tehát így jutottunk el, hogy kiszámoljuk a világ jövőjét ahhoz, hogy a napi teendőkhöz is lehet segítséget